szokásos. Csehalmi Herriett vagyok, a közvetemény és a közművelődési dolgozók szakszervezetének darabidei elnöke. Kezdésként akkor a kötelező bejelentések, a rendezvény szakszervezeti demonstrációt, kérek mindenkit pártpolitikai megnyilvánulásoktól tartózkodjon, a rendezvény végén pedig mindenki csendben térjen otthonában. Ez volt a gépház jelentése. És akkor most kezdünk. Két nap múlva, január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Szerte az országban magasztos és megható beszédek hangzanak majd el. A kulturális területen dolgozók kevéssel több mint 22 ezer ember nehéz helyzetéről, intézmények ellehetetlenüléséről valószínűleg szó sem fog esni. Most ebben az időpontban Budapesten és több nagyvárosban éppen fáklyás felvonuláson próbálnak kollégáink erre rávilágítani. Szolidaritásukat kifejezve és a mi tarthatatlan helyzetünkre felhívásolunk, most mi is gyújtjunk gyertyát. Tényleg gyújtsátok meg a gyertyát.